Az adó visszatérítésről szólt ez az előadás a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában szerda délelőtt, de szó esett a különböző adózási formák változásairól. A helyi iparkamara rendszeresen megtartja adófórumát az év végéhez közeledve. Idén az adófórum kiegészülő szakképzési tájékoztatóban is. Már azt gondolom, hogy az elmúlt években is mindig nagy hangsúlyt fektettünk az adófórumok keretében a szakképzéssel kapcsolatos adóügyi, visszaigénylési, normatív elszámolás és egyéb ügyekre. A mai napon itt a kamarában is az adófórumunknak a fő témája, én azt gondolom, az adóváltozások és a jövő évi január 1-től bevezetésre kerülő adó- és járulékváltozások mellett, illetve azokon belül kiemelve a szakképzésre, a duális képzésre vonatkozó változásoknak a számbavétele. Több témát érintettek, tanuló szerződéseknél, idén június 10-e utáni kifizetéseknél megszűnt a munkáltatói járulék, a szocó és a szakképzési járulék. Köthető szakképzési munkaszerződés a teljes képzési időszaknál rövidebb időszakra is. A szakképzési napon szó esett arról is, hogy milyen napokra kérhető a normatív támogatás a duális képzésben. A részletekről a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát kérdezhetik az érdeklődők.